jó reggelt, már azt sem tudom hányadik nap. Itt vagyunk Kézdivásárhelyen. Amint megígértem, bemutatom nappal is a lakást. Mondjuk elég sötét lakás, de remélem fog látszani valami. Induljunk neki. Itt van a központban Sziszi vendégház. Hát több ilyen vendégházból áll. Már 1-2-3 biztos van az emelete, nem tudom, ha ők üzemeltetik. Itt van Sziszinek a képe. És akkor most nyissunk be, mi a 2-es vendégházba voltunk. Elénk tárul a konyha Krisztinával és egy almával. Itt van tehát minden felszerelve, mikro, kávéfőző, mi ez? Rezsó, itt szép poharak. Hát fel van szerelve mindennel. Kanalak, villák, kések, bornyító, boros poharak, pezsgő poharak. Itt van a szemetes, itt van egy ilyen lábtartó, meg fogastartó. Itt benyitunk a fürdőbe. Itt van egy tussoló. Hát mondjuk ez nem annyira szép, de elég szűköcske budi. Ide tettek nekünk két poharat, de mi nem használtuk fel. Két budi papír pluszba, ha nekiered a hasunk. Van wifi kódját, remélem nem filmeztem le. És elénk tárul a szoba, a hálószoba, ami nagyon tetszik nekem. Van egy Samsung TV, Digi kábel TV-vel. Képek a falon, festmények, ilyen régi dolgok, porcelánok. Egy régi óra, ami nem működik. Úgyból egy régi festmény, valamint ilyen éjjeli lámpa. Nagyon csicsás, ez meg nem tudom mit. Innen is ki lehet kapcsolni. Meg fel. Oh, na ilyet kivegyek én is, ez nagyon szupi. A fal nagyon jó, tiszta, piros. Függönyök is extravagánsak. Van itt egy kanapé. És itt van ez a nagy ágy, csicsás ágybevonóval, lepedővel. Hát gondolom ilyen bealudt Sziszi, ilyen jó nagy faágy, nagyon kényelmes volt. Úgy aludtunk, mint a duda. És két éjjeli szekrény ott is, prizákkal. Na hát kb. Ennyi volt. Meg itt egy tükör. Ennyi volt. 100, mennyi is volt? 168 lej pontosabban. Egy napra ide érkeztünk. 8 fele, 9 fele inkább. És most megyünk tovább. 9:30. Úgyhogy induljunk is onnan, és nézzük meg, milyen is Kézdivásárhely. A vendégház parkolójában van egy aranyos kis kuszi. Tugatott az éjjel, igaz? 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 Szegény, ide be vagy zárva. Hát, ha valaki, csak hogy látom, nem nagyon nézek rá. Kocsi, igaz? Itt van egy felirat is, hogy Sziszi vendégház. És itt van valami Galéria de Papus Baba. Galéria? Valahol. Na, menjünk tovább, elénk tárul Kézdivásárhely. És maga a központja. Este nagyon szépnek tűnt, csak
nagyon sötét volt, nagyon, de nagyon. Na hát már nem is tudom hány megyét érintettünk. Szilágy megye, Kolozsvár, Hargita, Kovászna, és most megyünk Bakó megyébe. Itt van egy impozáns, hát ilyen kommunista tábla. Onest 38 kilométerre van. Vannak itt őzikék, medvék is. És hát elég jó az út, amit lehet látni. Erdős rész az egész. Megyünk Türgu Oknára. Mi történt itt? Hát én nem tudom, mi történt össze. Na. Azért megy egy csomó kamion is. Veszélyes, ha nem figyelsz oda. Bemész a zárokba. Ha, na jó, menjünk tovább. Végünk Gyergyó felé. Gimes látogatjuk meg elsősorban, de útközben még megállunk pár helyen, ahol tudunk. És egy ilyen bogarecska itt szállt. Papa! Útközben Gimes felé megálltunk Ojtuznál, gyorsan lehúztam, mert feltűnt egy nagyon szép román templom, ami így néz ki. Olyan, mint ha meséből húzták volna elő. Itt van egy kereszt. Úgy hívják, hogy római katolikus Preasfântă Treime templom. Infót nem nagyon kaptam róla, csak annyit, hogy 1734-ben volt, hát nem tudom hol, de valahol itt a környéken egy fa templom. Aztán 1806-ban is építettek a régi kertbe, valami régi kertbe, azt hiszem itt szerintem egy paróhiát. 1854-ben egy újabb templomot építettek kőből, és az első világháborúig tartott az építkezés, ami után az egészet hát lerombolták az itt állomáshozó katonák. Az első világháború után épült ez a jelenlegi templom 1924-ben. 4099
hívő van jelenleg ebbe a faluba. Itt van egy síremlék, Jan Gérgu. Nem tudom, ha be lehet menni. Na, nem tudom, be lesintek gyorsan. Így néz ki. Hát gyönyörű. Itt van Mária szobor. Na szóval ez volt az ojtúzi templom. Itt amúgy hát nagyon kevés a magyarság, talán nincs is ezen a részen. Gimesig még van, fú, nem is tudom, több mint 100 kilométer. Addig ilyen román falukba járkálunk. Aztán Gimestől arrafele meg elkezdődik a magyarság illatát fogjuk érezni Gimestől. Meg itt van egy Jézus szobor. Mindjárt fél egy. Menjünk tovább. Hát úgy látszik, ez az eső követ minket. Itt vagyunk Pirgu oknában, akarunk enni valamit. Tudom kiszállni, mert szakad az eső. Amúgy ez a város, ez nem tudom milyen város, de nagyon tömbházas, lepukkant. Na, meglátjuk, mit csinálunk. Beültünk Türkóknál, egy falatozóba, pizzázóba. Ez a kilátás. Azt hiszem, van egy iskola. Hát annyit kell tudni, hogy majdnem 100%-ban akramán lakossága, magyarul akramánság. Azt írja a Wikipedia, hogy turisztikai központ. Úgy tűnik, Lánzsban sóbányászat és kőolaj kitermelés folyik, jelentős a faipara is. Na megjött a pizzánk, 20 lej egy pizza, nagyon olcsó, nem tudom, hogy adják ilyen olcsó. Biztos ilyen a város, olcsó város. Diavola. Na hát ennyit Türgóknáról, elég csúnyácska tömbházakkal itt. A román lakosság 98%, magyarok, a 12.000 lakosból kb. 19-en vannak darabszámra, 19-en, nem százalék, darab. 19 személy, magyar személy. Mondjuk meg, és látszik, na mindegy. Tovább. Következő úti célunk Gimes. Te úgy tűz be lehet menni. Remélem jó út lesz. És nem kap el megint az idős. Na pápá! Nem tudom, ha látszik, de itt van Palánka vége. Egy Prodmorica Mönesztíre van arra, kolostor, és ott pedig bemegyünk Gyimes környékére, Gyimesbükbe, és ott már vannak magyarok is. Itt van, hallatszanak valami bogarak, nem tudom, tücskök bogarak, azonban itt Palánka közvetlen közelébe, vagyis ahol elhagyjuk Palánkát, van egy román emlékmű. Ezt azért szeretném megmutatni, mert eléggé nagy emlékmű, és hát ki van itten
vajon miért is tették ki ennyiszer a román zászlót. Meg fent van egy nagy-nagy román zászló. Emil Rebriano sírja. Menjünk, nézzük meg. Itt fel kell menni ezen a lépcsőn. És itt elénk tárul egy nagy-nagy zászló. És a sír. A sírhely. Valamint itt is. Glorie eterne ostașilor armatei sovietice, care și-au dat viața în lupta pentru eliberarea oamenii din Rusia fascistă. Din Robia fascistă. Tehát ez egy szovjet emlékmű. Ez maga a sír. Emil Rebriano sírja. És még van itt egy emlékmű. Ez pedig a, hogy látom, ki van világítva éjjel. Valamint itt volt valami koncert 2017-ben, és még így hagyták a plakátokat. Hát itt biztos van, volt valami támogatás, és tettek ilyen faházikókat, hogy majd gondolták, hogy sokan megnézik majd ezt a környéket, ezt az emlékművet, sírhelyet. Aztán gondolták, hogy itt árosítanak dolgokat. De gondolom nem jött össze. Itt van egy kis múzeum képekkel, információkkal. Gondolom ez lenne a szuveníres, de tök üres. Itt meg gondolom azt tervezték, hogy valami italokat, meg ilyesmiket áruljanak. Plusz ez a színpad. De olvasunk is utána, hogy ki is volt ez az Emil Rebriano. A magyarok felakasztották 1917. május 14-én, mert a román katonai seregbe akart csatlakozni. Van ilyen szomorú történet is környéken. És itt van azt hiszem a Trotus folyó. Minden, ahogy jöttünk, mind mellette haladtunk a Trotus folyó mellett. Nagyon szép volt. Ilyen köves csobogott mellettünk, és ott van az autó. Kíváncsi vagyok, hogy Polánkán érnek-e magyarok. Mert ha igen, akkor itt nem nagyon szeretik a románokat. Gimesbe tudom, hogy megmaradt a magyarság. De Polánka... 3300 lakosa van. Demográfiai adatok. Nézz oda, te megint egy kecske. Ez körös engedet. Nincsenek. Alig vannak magyarok. Nézd meg te. Rajtam van? A hátok ne. Jön felém? Na. 97% román. Ott van a lábadnál. A ruhádom. Gyere erre. Román 97%. 2,41 azt írja, hogy nem tudni milyen nemzetiség, de talán ennyi magyarság van Polánkán. Gimesen lássuk. Na hát itt olvastam pár dolgot Gimesbükről. Annyira furcsa, hogy itt van Polánka. Majdnem 100%-ig román lakta falu. Egy román emlékművel.
nem is akármilyen emlékművel, egy olyan személyiség sírját láthatjuk itt, akiket megöltek a magyar, a magyar-osztrák monarchia katonái, azaz a magyarok van rávésve, hogy a magyarok felakasztották. És itt van közvetlen közelébe Gyimesbükk, ahol hát magyar vonatkozású falu, nem tudom, ha látszik a tábla, de már mutattam párszor, Gyimesföcset, Gyimesbükk, majdnem 1600 lakosából 1100 magyar. Úgyhogy, hát, nem is tudom, furcsa, furcsa az egész. Mi? Hogy? Na, gyere, menjünk, megesz a méhecske. Mind terrorizál minket. Megyünk, meglátogatjuk Gyimesbükköt, és aztán csordogálunk vissza Csíkszeredába, hogy menjünk fel, felfele északra, Gyergyóba. Na, menjünk akkor. Közelebbről Palánka, és itt vannak a román zászlók sorba, és ott írja azon a fenyőn, hogy Bine ați venit, willkommen, Isten hozta. És ez pedig a trotus. Hát picit vannak sörös üvegek benne, de némileg tiszta. Hát itt tartunk Csíkszereda felett, és ez a látvány fogadott. Itt van egy tető, hát olyan, mint a Transalpina, ahhoz hasonló, csak itt fenyvesek vannak, körbe-körbe, kosul. Itt vannak valami pásztorok, ott legeltetik a nyájakat. Itt van egy kürtős butik, meg lehet venni mézet. Itt van a méh kaptár. Meg szoktak állni az emberek. Ha? Szerint ez a füges tető. Füges tető. Köszönjük az információt Duna TV-nek. Exkluzív tartalmakkal hívják Krisztiánt. Itt szép megálló van. Nagyon jó a levegő. Megyünk, megnézzük a másik oldalt. Van a mézes néni, olvas. És arrafele meg van... Megugatott a kutya, pedig én is akartam oda menni, de nem megyek. Másik oldalon meg ez a látvány. Hát nagyon szép. Hát a látvány csillagos tízes, valamint a levegő csillagos 11-es. Na jó, menjünk tovább. Menjünk tovább, mert el kell érjük megint a szállást, mert megint lekéssük. Tettem egy hargitai vizet, ötlen volt. A
Kürtős kalács, meg 20 lej. Csíkszentmihályon vagyunk, itt van a Szent László szobor. Csak megálltunk egy pillanatra, aztán megyünk tovább! Ciao! Meg egy régi épület, meg hús és hentes áru. Meg ilyen régi boltok, mi? Milyen szép. Ki lehet menni? Itt van egy patak. Terasz is van, de... Na, menjünk tovább, mert... Régesebb. Ha? Na pá! Na mégis kiszálltam, mert itt gyönyörűséges itt a központjának a falucskának. Van egy csomó minden. Itt épp újítgatják ezt az épületet. Itt is van egy nagyon szép ház. Ez azt hiszem a polgármesteri hivatal. Nagyon csendes környék. Érződik, hogy magyar lakta vidék. Persze román zászló, itt pedig emlékmű. Igen, háborús szabadságharcban elesett, és a két világháborúban elesett hősök emlékére egy kereszt. 1880 van az épületen, úgyhogy ez még a magyar-osztrák monarchiából való. Szép vízközség, azt írja rajta, helyi tanács. Akkor ez szép víz, és nem is Csíkszentmihály, azt olvasztam, hogy Csíkszentmihály. Volt egy olyan tábla, akkor kivettem, elnézést, még bank is van, ahogy látom, Cseh bank. Itt is szép házak. Batyú. Valamint itt van Székely határőr emlékközpont. Szekler Border Guard. Be lehet menni, csak most be van zárva. És persze egy nagyon szép templom a háttérbe. Gyergyó fele elkapott megint egy olyan eső, hogy tyújjajajaj, most állt elni. És most süt ki a nap. Láthatók a felhők, ez ment el így gyorsan, úgy mi húgy, súgy. Amúgy Csíkszentdomokosban vagyunk, ami egy szép kis falu Romániában, Hargita megyében, Felcsík legnépesebb falja. Soradin Stikra pat mellett elmentünk. Na, nézd meg, hány kilométer. Megérkeztünk a szállásra egy faluval, Csumáni. Magyarul most nem tudom. Csumáni, Gyula? Megint keressünk valami éttermet. Na, Hát kérem szépen, ez az igazi falusi élet. Érzem a falu illatát, a kutyák ugatását. Drága szagot, ide kötöztem. Mi? Ide költöznék. Ide költöznék? Ezt már rég nem éreztem. Csend és nyugalom. És lábszag.
ez aztán a ház. Székely zászló. Nem tudom, mi látszik, mert már este van. Székely kapu. Cica. Na, együnk valamit enni, remélem még lesz kaja itt a helyi resztibe. Mások fogadnak-e még, vagy sem? Na, itt vagyunk a falu resztibe. Pizzák vannak, meg csiki sör. Finom? A kóla. Majd nézzük a tervet, csak nem látszik. Közben megjött a két pizza, 16 lejvolt darabja. Magyaros pizza és csirkés. Na, bevágtuk a pizzákat. Hú, egyedül maradtunk. Nincs senki már.